nyomtárom, egy, kettő, három, bárki keres, ha elalszik, rögtön megtalálom. Csukott szemmel látod, otthonom az álmod. Otthonom az álmod, tünde fényem látod, álmaidban teljesítem három kívánságot. Egy, kettő, három, lepke szárnyam zárom. Szervusztok, gyerekek! Ma Ovlachi Aliz Bolond mese a kőről című mesét mesélem nektek. Volt egyszer egy kő, az út szélén élt, és már vagy 100 éve legalább. Tavasszal sárga szírmű pippangok vették körül, nyáron a napfénye perzselte forrón, ősszel esők mosták tisztára a portól, és puha hó fette télen. Napjai nyugodt egyhangúságában teltek a falu szélen, bár bevallani még magának sem mert, hogy bizony az utóbbi 50-60 évben egy kicsit már unatkozott. Egy napon váratlanul egy éti csiga húzott el mellette szélsebesen az úton. Bukós isak, meg persze térdvédő volt rajta, nehogy megsérüljön az úton, a nagy rohanásban. Igen, elcsodálkozott a kő a száguldó éti csiga láttán. Hát, fellapozta a nagy lexikont, hogy megnézze, mi áll benne az éti csigáról. Nem tévedett, valóban az állt a lexikonban, hogy a száguldozás az a tevékenység, ami legkevésbé várható el egy csigától. A száguldó éti csiga már mélföldekre járt, mire a kő becsukta a lexikont, és megdörzsölve szemeit, kicsit magához tért. Megmondta a jó anyám annak idején, hogy mindig sapka legyen a fejemen a tűző napsütésben, korholta magát a kő. Itt az eredménye a meggondolatlanságomnak. Biztosan napszúrást kaptam. Letépett hát egy lapulevelet az árokpartjáról, vízbe áztatta, és azzal borogatta napszúrás ellen a homlokát. De hamarosan újabb különös dologra lett figyelmes. Egy gepárd vánszorgott felé az úton, lassan, csúszva-kúszva, mint egy reumás csiga. A kő először megijedt, és el akart menekülni a szomszédos nádasba a vadállat elől, de hamar belátta, hogy ennek semmi értelme se volna. Valóban a gepárd lassúbb volt a leglassúbb csigánál is. Amikor vagy fél óra múlva a gepárd végre odaért a kőhöz, megkérte a követ, hogy vacsorázzon vele. Nagyon megéhezett ugyanis ebben az eszeveszett hajszában. Most kapta az értesítést, hogy egyik rokona kórházba került, elindult hát, hogy meglátogassa. A kő először megijedt a vacsora meghívás hallatán, de aztán eszébe jutott, hogy nincs az a vadállat, amelyik őt el tudná ropogtatni, úgyhogy megterített, és vendégül látta a gepárdot. Mi más lett volna a vacsora, mint
lósóska kendermaggal, frissítőnek pedig ott volt az út széléről frissen szedett kamilletea. Mit gondolsz, gepárd? Nekem is lehetne egy különös kívánságom. Tudod, régóta dédelgetek már egy álmot. Ha neked meg a csigának sikerült, talán nekem is sikerülhetne. Persze, persze, csak igyekezned kell, amíg le nem megy a nap. Ma még lehet. Csak nagyon kell igyekezned, mondta a gepárd, és megtörölte az állát, mert végigcsorgott rajta az utolsó korty kamillatea. Nem szerette elrontani mások örömét, ezért inkább nem mondta meg a kőnek, hogy mekkora butaságnak tartja a kívánságát. A gepárd illedelmesen megköszönte a szíves vendéglátást, és kínos lassúsággal rohant tovább rokonlátogatóba. Ejnye, milyen különös nap ez, dünnyögte magában a kő, és elgondolkozva nézett a gepárd után, aki csigalassúsággal kúszott a fövenyen. Ki tudja, talán még velem is történhetne különös dolgok. Lássuk csak! Lehúnyta a szemeit, és elképzelte, hogy szárnyai nőnek. És óvatosan felemelkedik a magasba. Látta, hogyan távolodnak a házak, a kertek, egyre kisebbek lettek a szénabogják, az emberek, és végül már csak hatalmas óceánokat, tengereket látott, majd földrészeket, legvégül pedig hatalmas sötétség vette körül. A sötétségben csillagok, bolygók ragyogtak, műholdak keringtek körülötte, de a kő nem törődött velük. Rájuk sem nézett, egyre feljebb és feljebb repült, mert egy vágya volt csupán kavicskora óta belerepülni a nap közepébe. Azt képzelte, hogy a napfényétől majd ő is vastagon bearanyozódik, és úgy fog ragyogni, mint a nap, ha nem szebben. Akkor majd visszatér a földre, és az emberek eljönnek távoli országokból megcsodálni őt, színarany kirakatba rakják, és úgy fognak vigyázni rá, mint a szemük fényére. Amint a nap észrevette a feléje száguldó követ, megpróbált félrehúzódni előle, de mozdulni sem tudott. Hiába próbálta a fényét, melegét visszafogni, az sem sikerült. A kő csak repült, repült, egyre feljebb és feljebb, egyenesen a nap közepébe. Kezdett egyre inkább melege lenni, de hősiesen tűrte a perzselő tüzet, nem akart ugyanis gyávának tűnni a díszes égi társaság előtt. És a nap csak sütött és sütött, egyre kibírhatatlanabbul, a kő pedig lassanként elolvadt a melegétől, hamu sem maradt belőle. Ha az ostoba kő el nem olvadt volna, ez a mese is tovább tartott volna. Mit tehetnék én?
Hát vitte